Ez továbbra is a ma reggel, itt az M1-en a szokásos európai koronavírus körképpel folytatjuk. Előtte nézzük meg a friss világadatokat. A fertőzöttek száma már meghaladta 257,5 milliót. Eddig több mint 5.150.000-en hunytak el a betegség szövődményeiben világszerte. És akkor nézzük a beadott védőoltások számát, ez jelenleg több mint 7.392 millió. Az adatokat most is az amerikai Johns Hopkins Egyetem összesítése alapján közöltük. És akkor most jövünk vissza Európába. Ma a németországi, az ausztriai és a szerbiai helyzetet nézzük meg. Kezdjük Németországgal. A bajor kórházak már nem bírják a terhelést, Olaszországba szállítják a betegeket. Kapcsoljuk berlini tudósítónkat, Bálint Marcellt. Nos, jó reggelt kívánok, Marcell, neked is, és a többieknek is. Marcell, hogyan alakult ki ennyire rossz helyzet a német kórházakban, illetve hát közelebbről a bajor kórházakban? Jó reggelt kívánok! Németországban nem egységes a járványhelyzet. Az eddigieknél jóval fertőzőképesebb delta változat szétterjedése és a légúti betegségek szezonja miatt mindenütt romlik ugyan, de míg északon és nyugaton kevésbé rossz, a keleti és a déli tartományokban helyenként már szinte drámai. A térségek közötti eltéréseket az átoltottságban mutatkozó különbségek magyarázzák. Ott igazán rossz a helyzet, ahol alacsony az átoltottság. Bajorországban és Szászországban a 68%-os országos átlagnál jóval alacsonyabb az átoltottság, ezért itt vannak a legnagyobb gondok. A gócpontokban már kezdenek megtelni a kórházak, és Bajorországból valóban átszállítottak már néhány beteget Olaszországba, egész pontosan Dél-Tirolba. Elsősorban azért éppen oda, mert sokkal közelebb van, mint a jobb helyzetben lévő észak-német tartományok. Egy másik téma, szintén Németországból, ugye újabb korlátozásokra is készülnek, kijárási tilalmat is terveznek bevezetni, ez pontosan kikre vonatkozna? Az első háromnál jóval erősebb negyedik hullám előbb-utóbb az egész országban kikezdi az egészségügyi ellátórendszert, ezért mindenütt szigorítanak, de ezek az új korlátozások egyelőre főleg az oltatlanokra vonatkoznak. A következő napokban például az egész országban bevezetik, hogy a helyi és a távolsági közösségi közlekedésben oltás hiány csak friss negatív teszttel lehet majd utazni. Vannak helyek, ahol elég erőteljesen korlátozzák az oltatlanok mozgásterét, szabadságát. Itt Berlinben például már nem csak vendéglőbe, vagy színházba, moziba nem mehetnek, de már fodrászhoz sem. A gócpontokban még erőteljesebb a szigor. Bajorországban és Szászországban már a közösségi élet szinte teljes felfüggesztésével próbálják lassítani a járványt. Ezt mutatja a többi között, hogy olyan világhírű karácsonyi vásárok maradnak el, mint a nürnbergi Bajorországban vagy a drezdai Szászországban. A leginkább rossz helyzetben lévő járásokban éjszakai kijárási tilalmat vezetnek be az oltatlanokra, leállítják az idegenforgalmat, bezáratják az összes kulturális intézményt, és sok szakértő szerint előfordulhat, hogy rövidesen, akár a következő hetekben ilyen szabályokat kell bevezetni mind a 16 tartományban, hogy lelassítsák a járványt. Ezért meglehet, hogy Németország a következő karácsonyt is ismét járványügyi zárlat alatt tölti el. Nem jó kilátások Németországból. Ausztriával folytatjuk, ott teljes lezárás van érvényben mától. A szabályok 10 napig biztosan érvényben maradnak. Ausztriában, Kismartonban van tudósítónk, Köves Andrea. Nos, Andrea, a korábbi lezárásoknál ugye a kellő védettséggel rendelkező ingázók, hivatalos utazók felmentést kaphattak. Ez most is így van? Jó reggelt kívánok a meglehetősen csendes Kismartonból, ahol az ideiglenes zárlatnak köszönhetően alig mozognak az utcán. a határátlépési szabályok némileg módosultak. Ez azt jelenti, hogy akik ingáznak, azok továbbra is oltásigazolással, illetőleg gyógyultsági igazolással átléphetik a határt, illetőleg továbbra is érvényes a PCR-teszt, a negatív PCR-teszt azonban. Eddig egy hétig volt érvényes, most már csak 72 órán keresztül, és az antigéntesztet is elfogadják, ami viszont csak 24 óráig érvényes. Aki egyéb célból utazna Ausztriába, ott az antigéntesztet már nem fogadják el. Ingyenes az antigénteszt és a PCR-teszt Ausztriában, viszont rengetegen várnak tesztelésre. Ez azt jelenti egyébként, hogy a laboratóriumok nagyon zsúfoltak, nagyon sok a munkájuk, tehát előfordulhat, hogy valaki hozzájut a PCR-teszthez, azonban akkor az már nem érvényes. Az idegenes zárlat egyébként ma éjféltől valóban életbe lépett, és 10 nap múlva vizsgálják felül. December 12-én vasárnap várható egyébként, hogy feloldják ezt a zárlatot. Mint elmondta Ausztria kancellária, azt szeretné, hogy az emberek a karácsonyt együtt tölthessék. Egyébként ez a lezárás milyen korlátozásokat jelent? Azt jelenti, hogy ugye minden zárt térben kötelező az FFP2-es maszk viselése, emellett egyszerűen nem lehet elhagyni az otthonokat, csak ideiglenes és kimondottan olyan céllal, ami a munkavégzéssel kapcsolatos, illetőleg némi rekreáció is lehetséges, ezen felül az alapszükségletek beszerezhetők patikákban, élelmiszerüzletekben, drogériákban, bankokban, de más célból nem lehet az otthonokat elhagyni. Egyébként ezt elég keményen ellenőrzik. Előző héten mindez az oltatlanokra vonatkozott, és kb. 150 000 ellenőrzés volt egy hét alatt, úgyhogy ez a tendencia tovább várható. Azt is jelenti, hogy nem nyitnak ki a szolgáltatók, az éttermek csak kiszállíthatnak, és mindenkinek azt javasolják, aki teheti, home office-ban dolgozzon. Nagyon érdekes egyébként az iskolákban a helyzet, mert hogy az iskolák kinyitották kapuikat, és várják a gyerekeket, ugyanakkor azok a szülők, akik úgy gondolják, hogy nem viszik a gyerekeket, azok akár igazolás nélkül nem viszik el iskolába, így a tanároknak nem egyszerű a helyzete, mert hogy home office-ban is teljesíteniük kell, tehát online is az oktatást, illetőleg természetesen a személyes jelenlét keretén belül is. Ezek a rendelkezések egyébként a rövidtávú megoldását jelenthetik a nagyon magas számoknak és a járványhelyzetnek a csökkentésében. A kancellár ugye kilátásba helyezte, hogy egy törvényjavaslat is készül, amely szerint február 1-től Ausztriában kötelezővé válna a védőoltás. Mindez komoly nemzetközi vízhangot váltott ki, hiszen Európában, a Vatikánon kívül erre nincsen példa, úgyhogy ennek kapcsán egyébként több ezren tüntettek Bécsben a hétvégén. Ezek a rendelkezések egyébként országosan, egyöntetően mindenkire érvényesek, ám a tartományok még szigorúbb rendelkezéseket is hozhatnak az elkövetkezendő napokban, attól függően persze, hogy a járványhelyzet miképpen alakul. Ez tehát a helyzet Ausztriában, és akkor megyünk tovább, Szerbiával folytatjuk, ahol továbbra is magas az elhunytak és a kórházakban kezelt súlyos betegek száma. Kapcsolunk Szabadkára, Mészáros Györgyhöz. Mit mutatnak a legfrissebb járványügyi adatok és a kórházak? Hogyan bírják a terhelést Szerbiában? Kezdjük ezzel. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a nézőket! 2081 új koronavírussal fertőzött személyt azonosítottak be Szerbiában az elmúlt 24 órában a 9840-en elvégzett tesztből. Ez azt jelenti, hogy nagyjából minden 5. tesztelt fertőzöttnek bizonyul. Nagyon sokan vannak, és ez okozza a gondot továbbra is a kórházakban, csak nem 6000-en, és közülük 218-an szorulnak mesterséges lélegeztetésre, és továbbra is magas a 24 óra elhunyt személyek száma. A legutóbb például a tegnapi nap folyamán 59-en vesztették el a csatát a kór szövődményei következtében. Vajdaságban is rossz a járványügyi helyzet, míg Szerbiában, Szerbia egész területén nagyjából 100 000 aktív fertőzöttet tartanak nyilván, addig Vajdaságban ez a szám nagyjából 21 000 körül van. Tegnap, tehát az elmúlt 24 órában 684 új fertőzöttet azonosítottak be, ebből a legtöbbet összesen 109-et Újvidéken. És hogy mekkora nyomás nehezedik a kórházakra, ezt a szerbiai válságstáb egyik tagja, Dr. Gorán Stamenković nyilatkozata is bizonyítja, ugyanis elmondta, hogy a belgrádi fertőző betegségek klinikája, amelynek egyébként ő az igazgatója, az elmúlt időszakban messze menően 100% feletti kapacitással működött, és emiatt kénytelenek voltak a betegszobákon kívül már olyan helyiségeket is átalakítani, és a betegek rendelkezésére bocsátani, illetve betegágyakat elhelyezni, mint amilyenek az étkeztetők. Beszéljünk arról is, hogy az országos válságstáb a héten a tervek szerint ülésezik, és újabb szigorításokról dönthetnek. Mit lehet tudni? Igen, nagyjából itt három téma van terítéken. Az egyik az, hogy meghosszabbítanák, illetve előrébb hoznák a téli iskolai szünetet, amely ezek szerint december 15-én venné kezdetét, és nagyjából egy hónapon át tartana, tehát az ortodox új évvel bezárólag. Ezen kívül tervben van az is, hogy a védettségi igazolásokat a nap 24 órájában alkalmazzák és kiterjesszék a vendéglátóipari egységeken és a fogadó irodákon kívül olyan helyekre is, mint a szépségszalonok, az edzőtermek, a mozik, illetve a színházak. Ezen kívül a szerbiai válságstáb orvosi része valószínűleg azt is kérni fogja, hogy szilveszter éjszakáján a szerbiai városok főterein ne szervezzenek majd koncerteket. És még maradt egy nagyon kevés időnk, beszéljünk arról is, hogy ugye Szerbiában is kezd egyre inkább téma lenni az oltóanyag negyedik dózisa, majd nagyjából tavasz környékén, legalábbis most ezt mondják a szakemberek, illetve a Pfizer által kifejlesztett koronavírus elleni gyógyszer alkalmazása. Mit lehet tudni a részletekről? Nos, kezdeném akkor a Pfizer által kifejlesztett koronavírus elleni gyógyszerrel. Tegnap Szerbiában járt, és Zlatibor Lončar egészségügyi miniszterrel tárgyalt a Pfizer cég regionális igazgatója, és arról egyeztettek, hogy ugye milyen intenzitással és milyen dinamikában szállítják majd le Szerbia részére ezt az új orvosságot. Egyébként Szerbia a negyedik ország, ahol majd ezt alkalmazzák. Eddig a Pfizer korábban az Egyesült Államokkal, Nagy-Britanniával és Ausztriával kötött szerződést, most pedig Szerbiával is. Ami pedig az oltóanyag negyedik dózisát illeti, ezt dr. Branislav Tiodorovics járványügyi szakember mondta, aki szintén a válságstáb tagja, hogy tavaszra valószínűleg sor kerülhet Szerbiában a negyedik dózis beadására, és azt is hozzátette, hogy akkor már valószínűleg egy újabb mutánssal kell megbirkóznia a szerbiai emberek szervezetének, ami a koronavírust illeti. Azt is hozzátette, hogy innentől nagyjából évente majd két adag oltóanyagot kell felvennie minden polgárnak a koronavírus elleni vakcinák valamelyikéből. Ez a helyzet Szerbiában, és ez volt a mostani koronavírus körkép Európából. Mészáros Györgynek, Köves Andrának és Bálint Marcellnek köszönjük szépen!